Köszöntöm valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogytolna és Baranya vármegye legfontosabb, legérdekesebb eseményét idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Megpróbálta újra, elbukott, nem tud változtatni a működési szabályzaton a pécsi polgármester. Vármegye napi ünnepi közgyűlés idén Komlóon adott otthont az ünnepségnek. Segít az innovatív vállalkozásokat pályázati forrással, fóruma a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Zöld fűtés program sok rászorulónak segít a Máltai Szeretett Szolgálat. Őrtüzek gyúltak a székely autonómiáért, Tevelen és Dombóváron is tisztelektek. Kinyitották az üzemek kapuit erőművek éjszakája Pécsen. Áttörés a SARS vírus eredet kutatásában, hatalmas eredmény a PTE kutatóitól. Tüzes buli, zenés fürdőzésre várták a vendégeket Igalban. Hiába nyújtotta be újra a közgyűlés szervezeti működési szabályzatának módosításáról szóló javaslatát a pécsi polgármester, megint leszavazták azt a pécsi képviselők. A városvezető továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy nem megválasztott tagokkal töltse fel az önkormányzat bizottságait. Ez pedig ellenállást váltott ki a jobboldali képviselőkben, akik kifogásolták, hogy nem egyeztet velük a városvezető. Hogyan működjön a képviselőtestület, miként alakuljanak a bizottságok, kik lehetnek ezek tagjai? Ilyen kérdésekben ad iránymutatást a pécsi közgyűlés szervezeti és működési szabályzata, vagyis az SMS. Ennek módosítása szerepelt elsőként a képviselők előtt a keddi közgyűlésen. A polgármester javaslata került újra elő, amit az alakuló ülésen már benyújtott. A polgári oldal azt kifogásolta, hogy egyeztetés nélkül őket kihagyva akar módosítani ezen a szabályzaton Péterfi Attila. Mégiscsak több mint 20 ezer ember szavazott nekünk bizalmat. A legnagyobb politikai közösség 11 fővel mi vagyunk. Az úgy nem járja, hogy polgármester úr minket meg akar kerülni, a mi javaslatainkat nem akarja meghallgatni, és nem akarja figyelembe venni egy előterjesztés benyújtását megelőzően. Ugye lesznek majd az SMS-ben olyan módosító indítványaink, amivel majd rákényszerítjük erre az együttműködésre a polgármestert, de addig is elvárnánk azt, hogy hát ezt a fajta együttműködést éppen az önkormányzat működőképességének a biztosítása érdekében ezt tanúsítsa. Egy órás vitát gerjesztett ez az ellentét kedden az ülésteremben. A frakcióvezető kitért arra a konkrét javaslatra, amit nem tudnak támogatni az SMS módosításában. Nem választott személyeket beemeljünk a bizottságokba, és nekik szavazati jogot adjunk, ezzel ugye eltorzítva a választói akaratot. Van olyan város, ahol ez működik, van, ahol egyébként ilyen nincsen, ugye Pécs is ezek közé tartozik, hogy ilyen nincsen. Mi a magunk részéről, főleg a jelenlegi kiélezett, kényes egyensúlyi helyzetben semmiképpen nem javasolnánk azt, hogy akár az egyik, akár a másik oldal javára nem választott képviselők, hanem egyfajta ilyen közgyűlési alku keretében több leszavazati jogot adjunk olyan személyeknek, akik nem indultak. Így kapnának a választók felhatalmazásának hiányában szavazati jogot a pécsi ügyekben bizonyos emberek, félő, hogy ezeket politikai alapon bíznák meg és jutalmaznák őket, érveltek a polgármester javaslata ellen a testületi ülésen. Az ÖPE frakció vezetője szintén azt emelte ki, hogy nem változott a városvezető korábbi hozzáállása. Amit a vitában is elmondtam, az a partnerség, amit polgármester úr a választási vereség alkalmával június 9-én is deklarált, és az expozéjában és a múlt közgyűlésen megfogalmazott, hogy partner kellő időben, kellő mélységű egyeztetésre fog sor kerülni, ez viszont nem történt meg. Ő hivatkozott arra, hogy két alkalommal kezdeményezett egyeztetés, de hát 137 nap alatt durván 65-70 naponta egyeztetni egy ilyen horderei ügyben nem gondolnám, hogy kellő mértékű és mélységű egyeztetésre utal, tehát az egész módszerrel, a tematikával, hogy nekem úgy jött le, hogy mintha ott folytatnák, ahol abba hagyták. Végül a polgármester SMS módosítási javaslatát nem szavazta meg a testület, mivel a támogató szavazatok száma nem érte el a 13-at. Ennyi igen kell a pécsi közgyűlésben, hogy egy előterjesztés többségi támogatást kapjon. Ezért jelenleg marad a régi SMS hatályban a következő testületi ülésig.
Hiába javasolt a pécsi polgármester egy belvárosi lakás önkormányzati tulajdon részének eladását, a képviselők éppen fordítva döntöttek. Szerintük érdemes megvenniük az ingatlant, amire most kedvező lehetőség adódott. Ingatlan forgalmi szakvélemény, ez a pécsi belvárosban a Koller utcában található ház egyik lakásáról készült. Ebben tulajdonrésze van az önkormányzatnak. Az új testület első ülésén a polgármester ennek az eladását javasolta előterjesztésében. Ezért közel 18,5 millió forint bevételt remélt a városvezető. A polgári oldal szerint inkább meg kell venni az ingatlant a többi tulajdonostól, hiszen üzleti szempontból ezért. Meg. Végül az érvek hatottak, az eladásból vásárlás lett, ezt támogatta a képviselők döntő többsége. Ez ugye viccesen mondhatná, nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Mi most pont az osztogatás ellen, pontosabban a fosztogatás ellen próbáltuk rávenni, megvilágítani a várost eddig vezető képviselőtársaink figyelmét. Úgy néztük sikerrel is, hiszen a végén az egész előterjesztést 18 igennel fogadtuk el. A képviselő azt mondja, nem szabad elkútyavetyélni egy ilyen piacilag értékes ingatlant. Ezt értették meg a bal oldalon is a képviselőtársak. Ha egy külső vevőnek megéri Pécs egyik legfrekventált helyén egy vélhetően alig 300 ezeres négyzetméter áron megvásárolni egy ilyen belvárosi ingatlant, ami inkább azt mondanám, hogy nem, tehát látva a képeket, az anyagot, de ezt bárki megnézheti az internetről nyilvános, nem mondanám, hogy jelentős felújításra szorulna, inkább csak modernizálásra. Nyilván ennek vannak költségei, de azt a hasznot, azt a profitot, amit a külső vevőnek is megéri, azt gondolom az önkormányzatnak is. A lakást társ tulajdonosai el akarják adni a részüket, ezért adódott most ez a helyzet, és élni kell vele, mondja a képviselő. Mivel egy speciális joghelyzet állt elő, az elővásárlási jog, így a mi vételi ajánlatunk ügydöntő ezen a nyomott értéken, ami egy szerencsés csillagzat, meg tudja vásárolni, és most erről is döntött a közgyűlés okosan szerintem, többi képviselőtársainkkal, tehát Pécs vagyona nem fogyott, hanem gyarapodott. Ez a felelős vagyongazdálkodás Berényi Zoltán szerint, hiszen a lakás a közgazdaságtudományi karral szemben a Rákóczi út mellett van, így kiadható irodának például. A vásárlást ellenző képviselő szerint az eladásból befolyt pénzt kellett volna más önkormányzati lakások felújítására fordítani. A vétel mellett érvelők szerint hosszú távon több mint 18 milliót hoz a megvásárolt lakás, amiből lehet fejleszteni. Egyébként egy 139 négyzetméteres lakásról van szó, amit most 38 millióért vehet meg a pécsi önkormányzat. A Komlói Színház és Hangversenyteremben rendezte vármegye napi ünnepi közgyűlését a Baranya vármegyei önkormányzat. A korábbi esztendők hagyományai alapján Őri László az elnök és Partos János jegyző adták át a kitüntető címeket. Az ünnepi beszédet Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszter helyettes mondta. Komlón tartotta idei ünnepi ülését a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlése. A helyszínkiválasztás nem volt véletlen, ugyanis ez a város Baranya egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Komlón az 1956-os forradalom és szabadságharc októberi ünnepköréhez időzítve történt az ünnepi rendezvény. Őri László vármegyei elnök köszöntőjében Polics József polgármester elmúlt több mint egy évtizedes városvezetői munkáját méltatta. Komló városa egy szimbolikus helyszín, hiszen Komló városát a 90-es évek nagy sokhatása, gazdasági összeomlás egy depressziós térséggé tette. Mára azonban kilábolt ebből a depressziós térségből, és egy hagyományait féltve őrző modern európai kisvárossá vált. Én azt gondolom, hogy ilyen értemben Komlóról méltó módon tudtunk visszatekinteni a múltra és tervezni a jövőt. A vármegye napi ünnepsége jelen volt és beszédet mondott Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettes. A politikus szerint az ünnep legfontosabb üzenete az, hogy a múlt értékeire építve lehet igazán jövőt alkotni, építeni. A vármegye nap a vármegye meghatározó személyiségeinek díjazását is szolgálja, hangsúlyozta miniszterhelyettes.
Sokan kapnak kitüntetést, olyan emberek, akik hozzátettek valamit a saját életük példájával a megyéhez. És szimbolikus is a mai nap, hiszen egyrészt ma ünnepeljük az egyik leghíresebb magyar szent, Pécs II. Püspökének, Szent Mórnak az ünnepét, másrészt pedig ugye több mint 300 éve kapott címeres levelet Baranya vármegye. Ezek olyan értékek, a magyar történelemnek olyan meghatározó eseményei, és egyébként is a magyar történelemnek olyan meghatározó eseményei kötődnek Baranya vármegyéhez, amelyek túlmutatnak a megyehatáron, az egész magyar identitásunkat meghatározzák. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven átadták a vármegye kitüntető díjait. 12 díjazott vehette át elismerését. Az idei vármegyei sajtódíjat Velkovics Vilmos baranyai származású televíziós műsorszerkesztő újságíró érdemelte ki. Baranya nekem a gyökereket jelenti, ahonnan származom, ahova kötődöm, és ahova nagyon szeretek visszajönni. Úgyhogy valójában én nem is szakadtam el Baranyától. A gyerekeim 2/5 továbbra is itt él, az unokám is ide született, úgyhogy családi szempontból a legeslegfontosabb. Nagyon fontos a szellemi indulás szempontjából, hiszen itt tanultam meg azt, amiből most is élek. És hogyha meg tudom hálálni ezt egy picit azzal, amit Budapesten csinálok, akkor én ezt nagyon szeretném, és nagyon szívesen. Úgyhogy emiatt is vagyok hálás ezért a megtisztelésüknek, hogy rám gondoltak. Igyekszem meghálálni majd. Az idei évben a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlése a Baranya díszpolgára címet Uzsajné dr. Pécsi Rita zenepedagógus főiskolai tanár nevelés kutató részére adományozott. Egyáltalán nem számítottam rá, és egyszerűen amíg a helyszínbe is beleremegtem, édesapám és édesanyám itt ismerkedtek meg Komlón. 57-ben édesapámat ezért a pedagógiai tevékenységért rendőri kísérettel kísérték ki, és elmondták, hogy amit Pécsi elvtárs maga képvisel, az Baranya megyében soha nem lesz helye. És itt átvenni egy Baranya vármegyei pedagógiai elismerést, azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindent jelképez is, és pontosan azt is, hogy ez nem az én díjam, tehát, hanem azoké, akiknek a vállára tudtam állni, azoké, akik tudták ezt értékelni mégis, és akikre számíthattam akkor, amikor iskolát alapítottam, amikor vezettem azokra a családokra, azokra a munkatársakra, azután azokra, akik végigkísérték, éppen a vármegyedi előterjesztőjére, Őri László elnök úrra is, aki azért abban a nehéz időkben is mindig támogatóan, hogy úgy mondjam, össze lehetett kacsintani, hogy az érték azért mégis érték. A vármegyenapi ünnepségről bővebben a Pannon Televízió Központ című közéleti magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Innováció a KKV szektorban, ezzel a címmel tartottak fórumot a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az eseményen elhangzott cél, hogy hazánk a világ élvonalába kerüljön az innovatív vállalkozások versenyében 2040-re. Most olyan pályázati lehetőség nyílik meg előttük, ami a cégek hatékonyabb, versenyképesebb működését segíti. Miért kell és hogyan kell segíteni a magyar kis- és középvállalkozói szektort, hogy minél innovatívabb legyen, ezzel pedig a versenyképességüket, gazdasági teljesítményüket növelni. Erről tartottak fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az a célunk, hogy a magyar tulajdonú vállalatok erősödjenek meg, és az általuk előállított GDP tudja növelni az ország teljesítményét, és ennek érdekében támogatjuk a KKV-kat. Az innováció számunkra ugye mindenre a megoldás az innováció. Ez az ábra azt mutatja be, hogy miért is kell az innovációt támogatni. Két időszak van egy vállalat életében, amikor magas hozzáadott értéket termel, az egyik, amikor kutatásfejlesztéssel, innovációval foglalkozik, a másik pedig az értékesítés pillanatában, tehát amikor befolyik hozzá a pénz. A főosztályvezető elmondta azt is, hogy 2040-re szeretnék, ha a magyar cégek a világ innovatív társaságainak élvonalába tartoznának. Ezt segítheti a KKV-knál egy októberben indult pályázati lehetőség is. Ez azt jelenti, hogy eddig mondjuk csinált a cég valamit jobbról balra, és most balról jobbra csinálja, és azzal 10%-a jobb lesz a termelékenysége, akkor az innovációnak minősül, és ilyen projekteket tudnak kis túlzással támogatni. Nyilván ennél komolyabb fejlesztésekről
van szó a legtöbb cégnél. Ebben a formában tehát nem a termék fejlesztésére, az új megoldások, találmányok beépítésére adnak forrást. Ez most egy ilyen szempontból teljesen új szemléletmód, hogy ne az legyen, hogy most megint egy új terméket vagy szolgáltatást kell kitalálni, hanem a meglévő folyamatokat kell finomhangolni, javítani, és így kell termelékenység növekedést elérni. Herpán István azt mondja, a vállalkozások sokat küzdenek azzal, hogy a belső termelési folyamataikat, feltételeiket a leghatékonyabban tudják kialakítani. Azt látjuk, hogy a KKV-szektor azért elég erős kihívásokkal küzd ezen a téren, ugye ez kifejezetten egyébként is az 50 fő alatti cégeknek szól ez a pályázat, és azt látjuk, hogy náluk van a legtöbb ilyen kihívás, amikor ilyen 20-30 fős cégeknél, amikor optimalizálni kellene a folyamatokat, digitalizálni kellene, és ebben elég erősen maradás van, és ez nagy segítség az, hogyha van hozzá pályázati forrás. Az elnyert pénzből a termelési folyamat korszerűsítése, a digitalizáció erősítése fedezhető például. Tehát ebből a termelési irányítási rendszereket, ERP rendszereket lehet bevezetni ebből a pályázatból, és ez azért is jó, mert ugye most mindenki AI lázban ég, és mindenki mesterséges intelligenciát szeretne, de az a spirálfüzeten nehezen fut el, úgyhogy jó, hogyha van valamilyen számítógépes háttér mögötte. A támogatás összege minimálisan 20 millió, maximálisan 50 millió forint lehet. Az önrész 50 vagy 30% ebben a pályázatban. A támogatás egyébként vissza nem térítendő. Több ezer családnak segíthet a télen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pályázata a felzárkózó települések programban. Az elmúlt években a humanitárius szervezet 20 napelemparkot létesített országszerte, amelynek árambevételeiből hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló családokon segítenek. Idáig több mint 20 ezer család téli fűtését támogatják. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 4 évvel ezelőtt kísérleti jelleggel épített Tiszabőn napelemparkot. Az ott termelődött áram 70 család téli fűtését könnyítette meg. Tiszabőn ez egy kísérleti program volt, de utána még a visszajelzések megszülettek, és kiderült, hogy ez milyen jól működik. Utána ebből egy országos program lett, és minden helyszín mellé nem tudunk naperőművet építeni, de és ezért így a helyszínek tulajdonképpen inkább szimbolikus jelentőségűvé váltak. Azóta 20 településen 21 szociális naperőmű létesült uniós forrásból. Mára mindegyikük termel, az így befolyt összegből pedig a Szeretetszolgálat számos szociálisan rászoruló családnak tud segíteni a téli időszakban. A pályázati felhívás hetekkel ezelőtt megjelent, és több mint 600 esetben sikeresen elbírált pályázatról beszélhetünk már, tehát ahol a családok már tudják, hogy ők támogatásban részesülnek. A támogatást viszont nem pénzben adjuk oda a családoknak, hanem előrefizetős mérőórára feltöltött egyenleg formájában. Ahol nincs előrefizetős mérőóra, egyébként sok helyen van, de ahol nincs előrefizetős mérőóra, ott az előrefizetős mérőórának a beszerelése még egy ilyen szükséges tennivaló, amit meg kell oldani. Ezt ugye az áramszolgáltatótól kell kérelmezni. A rászoruló településen, vagy a rászoruló családok a döntő többségük védendőfogyasztónak minősül a helyzetük folytán, és akkor térítésmentesen kapják ezt az órát. Ha valaki nem kapja meg térítésmentesen, és fizetnie kellene érte, akkor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megfinanszírozza ennek a költségét. Ötvöskonyiban is létesült napelempark, amely nyáróta áramot is termel. Itt jelenleg 2 család tud majd élni a támogatással. Ebbe a kis szobába szerettünk a panel, arra a falra, ide már elvileg a falon lesz, és mert itt fönt nincs lehetőség fűtésre, igazából csak árammal tudunk itt fűteni. A hamarosan érkező norvég fűtőpanel helyét mutatja Somogyin és Sas Szilvia. Otthonukban 8-an élnek. Nagy segítség számukra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zöld fűtés pályázata, amelynek keretében októbertől áprilisig segít a rászoruló családok fűtését. Szerintem nagyon sokat tudok ebben spórolni, mert ugye azért egész nap megy egy fűtés, áram, hát az nagyon sok, mivel hogy feltöltős órán van, így nagyon sokat költök az áramra. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1,5 éve van jelen és segít Ötvöskonyiban. Felzárkozó települések programban idén-nyáron telepítette szociális naperőművét a településre. Mindenképp úgy gondolom, hogy nagy segítség, illetve ugye anyagi vonzata is van, tehát a családnak azért megtakarítást is élvezhet így a család, mert nem kell
a családi kasszából kivenni ezt a kis pénzt. Hát és azért, ha belegondolunk, hát napenergia, tudja, a jövő itt kezdődik. A fűtési támogatásra pályázniuk kellett az érdeklődő, rászoruló családoknak. Nyert pályázat esetén egy biztonságos konnektort fognak kialakítani, ugye, amit villanyszerelő fog majd létesíteni, és kapnak egy fűtőpanelt, ami valamilyen szinten a fűtésüket fogja helyettesíteni, vagy rásegíteni. Ötvöskónyiban ketten feleltek meg a pályázati feltételeknek, így először két nehéz helyzetű család fűtését segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a napelempark segítségével. A pályázatra azonban bármikor lehet jelentkezni, a helyi szociális gondozóknál is. Fontos, hogy előnyt élveznek az elbírálásnál azok a családok, ahol 3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelnek, de idős, egyedül élő is igényelhet segítséget. Őrtüzek gyúltak a székely autonómiáért. Országszerte, illetve Erdély bizonyos területein ez már hagyománnyá vált minden évben, hogy tisztelegnek a székely szabadság iránti törekvés előtt. Így történt ez Tevelen és Dombóváron is. Azok az őrlángok, amelyek... Országszerte őrtüzet gyújtottak a székely autonómiáért. Tevelen és Dombóváron is tisztelegtek az összegyűltek. Ezt mindig október utolsó vasárnapján rendezik. Szívben, lélekben együtt vagyunk a székely honban lévők mellett, és természetesen szurkolunk nekik, hogy sikerüljön meg őrizni az identitásukat és a függetlenségüket minden téren, a magyar nyelvüket, és hogy igazi magyarként tudjanak ők is a hazájukban megélni. Nagyon fontos nemzetségben, egységben gondolkodni. Megmaradjunk székelyek is, és ott, ahova minket a teremtő helyezett, akár Székelyföldre, akár azok, akik elkerültünk onnan, más helyeken megálljuk a helyünket, és a nemzet építő, gyarapító feladatunkat ellássuk. Erre biztatjuk, bátorítjuk egymást ezen a napon. A Székely Nemzeti Tanáccsal egyességet kötött 2011-ben a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, mely a következő volt. Ezentúl szorosabbra fűzzük a kulturális viszonyt egymás között, és hogy egymás kulturális rendezvényein részt veszünk. Azóta egyre több és több helyen gyúlnak meg az őrtüzek október utolsó hétvégéjén. Tevelem most már több alkalommal is itt voltam ezen az őrtűzgyújtáson, és ez alkalommal is nagyon-nagyon szívesen jöttem. A mindennapukat most már átszötte a Székelyföldhöz való ragaszkodás. Megmutatjuk Dombóváron, hogyan zajlott az esemény. Nagy örömömre szolgál, hogy nem csak a dombóvári székelykör tagjai, hanem nagyon sokan olyanok, akik nem székelyek, de fontosnak tartják ezt a támogatást, itt vannak velünk. Mi úgy készültünk, hogy egy kis sütit sütöttünk, meg zakuszkás kenyérre kínáljuk meg egy kis pálinkával a vendégeket. Ez a mi kis meglepetésünk a számukra. Mindig örülnek a találkozásoknak. Örvendünk, hogy ilyen alkalmakkor újra találkozhatunk, nem csak a helyi székelykörrel, de a környékbeli bukovinai székelyekkel is, akikkel elég szoros kapcsolatot ápolunk évek óta. A hagyományok ápolása és őrzése, valamint az összetartozás mindenki számára meghatározó. Idén már 5. alkalommal rendezték meg az Erőművek Éjszakája programot hazánkban. A látogatók ezen a napon a szakértő idegenvezetők segítségével ismerhetik meg az erőművekben, a fűtőművekben, a vízi közműszolgáltatóknál és a hulladékfeldolgozó üzemekben zajló munka érdekességeit és a berendezések működését. Így volt ez a Pécsi Tettye Forrásháznál is október 25-én. Érkeznek a látogatók a Pécsi Tettye Forrásház szennyvíztelepéhez. Ők azok, akik az Erőművek Éjszakája programon regisztráltak az üzemlátogatásra. Nem szabadna, hogy nagyon sok olyan dolognak belekerülni a szennyvízbe, ami mégis belekerül, és ezekből próbáltunk itt egy ilyen kis emészthető formában egy ilyen kis bemutatót csinálni. Például ennek a fő eleme ez maga a csatornaszörny. Ez a csatornaszörny, ami olyan anyagokból, használati tárgyakból van összeállítva, ami eldugítja a szennyvíz vezetéket. Ezt is bemutatták a telep kiállító helyén, valamint maketteket és egyéb érdekességeket.
Ez már egy embernagyságú csatorna szelvény kint a telepen, amin keresztül sétálhattak kicsik és nagyok, akik megismerhettek a szennyvízkezelés különböző állomásaival. Skáfár Katalin pedagógus azt mondja, évek óta jár az erőművek éjszakája üzemlátogatásaira. Most diákjait is elhozta, mert sok érdekességet megtudhatnak az üzemek működéséről. Kulisszatitkokat, tehát olyanra, amire az ember nem is gondol, hiszen a szakterülethez a saját emberek tudják a legnagyobb felvilágosítást adni. Szóval még itt vagyok én is egy kicsit idősebb fejjel, mint a gyerkőcök, de nekem is rengeteg újat tudnak mondani. Tehát nagyon érdekes, mindenkinek ajánlom. Ilyen érdekesség a telepen működő biogázüzem. Ebben a nagy gömbben gyűjtik össze azt a gázt, ami a bekerülő szerves anyagokból, ételmaradék, élelmiszeripari melléktervékekből szabadul fel a bomlás során. Ezzel hajtják meg azokat a motorokat, amik így elektromos áramot termelnek. Ez látja el a pécsi szennyvíztelepet villamos energiával a működéshez. A pécsi szennyvíztisztító telep és biogáz erőmű egész évben nyitva áll az érdeklődők előtt. Nagyon sok látogatót fogadunk, többnyire iskolásokat, egyetemistákat, és az erőművek éjszakája arra nyújt egy jó lehetőséget, hogy az egyéni látogatók, családok is beleshessenek egy kicsit a kulisszák mögé, megnézhessék működés közben azokat a berendezéseket, szerkezeteket, amik az ő mindennapi kényelmüket is biztosítják, amelyek napi 10 olimpiai medencényi szennyvíznek a tisztítását, mozgatását végzik. 120 látogatót fogadott a Tettye forrásház telephelye az október 25-i eseményen. Az erőművek éjszakáján országosan 60 helyszínen közel 5200 regisztrált látogatót vártak. Pécsen a távfűtő és a hőerőmű is kinyitotta kapuit az érdeklődők előtt. Nemzetközi összefogás keretében hatalmas eredményt értek el a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium kutatói a COVID-19 pandémia eredet kutatásában. Egy rangos folyóiratban nemrég publikált kutatásuk fókuszában Vietnám és a SARS-szerű koronavírusok álltak. Stábunk a kutatásban részt vett biológussal beszélgetett. Hatalmas eredményt értek el a Pécsi Tudományegyetem kutatói a SARS vírusok eredetkutatásban. A szakemberek az elmúlt 10 évben számtalan expedíción vettek részt a világ több pontján, hogy megértsék, honnan erednek, miként működnek, és hogyan előzhetők meg a különféle vírusjárványok. A vietnámi expedícióinknak köszönhetően olyan vírusokat találtunk, amik a SARS-1 és a SARS-2 koronavírusoknak viszonylag közeli rokonai. Ezért azt tudtuk megállapítani, hogy honnan is eredhetnek ezek a vírusok, a járványok. Ez valószínűleg Észak-Vietnám, Észak-Laosz, illetve Kínának a Yunnan tartományában vannak olyan vírusok ma is a természetben, amik nagyon hasonlóak a már ismert koronavírusokhoz. Ezt a kutatási eredményt a rangos Molecular Ecology folyóiratban nemrég publikálták. Az első expedíció 2014-ben vezette a kutatócsoportot Vietnámba, már akkor mintáztak különböző állatokat. Legutóbb tavaly ősszel jártak Vietnámban kutatni. Itt helyi vietnámi denevír kutatókkal és francia kutatókkal dolgoztak együtt. A legnagyobb gyűjtést 2017, 22 és 23-ban végezték, tette hozzá Görföl Tamás, biológus, virológus. Vannak bennük vírusok, de nekünk egyébként itt Magyarországon ettől nem kell tartanunk. A trópusi denevérekben vannak olyan vírusok, amik átugorhatnak az emberre, hogyha nem megfelelnek a higiéniai körülmények. Tehát például, hogyha megeszik ezeket a denevéreket, vagy állatpiacokon olyan körülmények között tartják, ahol hogy megfertőződhetnek akár házi állatok, akár az emberek. De denevérekben találhatók ezek a koronavírusok, ebben a régióban, amit most kimutattunk és bizonyítottunk. A kutatási eredmények nem csak tudományos szempontból kiemelkedőek, hanem hosszú távon a társadalmat is szolgálják, mivel hozzájárulnak a jövőbeli járványok megelőzéséhez és hatékony kezeléséhez. Ezeknek a kutatásoknak a jelentőségét Görföl Tamás biológus-virológus a következőkben látja. Ezek viszonylag jelentős kutatási eredmények, mert nagyon sok ilyen vírust egyszerre tudtunk elemezni, és ennek nagyobb a bizonyító ereje, mint a korábbi kutatásoké.
illetve mi néztük azt is, hogy, hogy milyen denevérfajokban fordulnak elő, és megtaláltuk az igazi, az eredeti gazdáit ezeknek a SARS koronavírusoknak. A virológus hangsúlyozta, a magyarországi denevérekben nincsenek olyan vírusok, amelyek ilyen járványt tudnának okozni. Ha redőnytokban elvétve találunk ilyeneket, ne bántsuk őket. Okos pólót fejlesztenek az egyetemen Pécsett, olyan érzékelőket építenek be a ruhadarabba, amik fontos és nagy pontosságú élettani adatokat szolgáltatnak az orvosoknak. Ezek alapján akár gyógyszeres terápiákat is indíthatnának a szakemberek. Okos órák, okos telefonok, olyan eszközök, amelyek képesek mérni az aktivitásunkat. Ezek ma már a mindennapi életünk részei, amikkel például a pulzusunkat tudjuk mérni, illetve más paramétereket. Azonban ezek az adatok az egészségügyben nem elég megbízhatóak. Ott orvosszakmai döntéseket kell megalapozni. Következésképpen azok az eszközök, amikkel gyűjtjük ezeket az adatokat, az előbb elmondottakon túl még akár vérnyomásértéket is tehetünk ide, testhőmérsékletet, és lehetne folytatni ezt a sort egészen az EKG-ig. Ezeknek egészen pontosnak kell lenni, annak érdekében, hogy valóban orvosszakmai döntéseket alapozhassanak meg. És ezt a kettőt, hogyha kombináljuk, akkor bizony ezen aktivitásmérőköz képest kell megtalálnunk azokat a szenzorokat, azokat a csipeket, amelyek ezt nagyon nagy biztonsággal tudják mérni, olyannyira, hogy akár gyógyszeres terápiát is lehet rájuk alapítani. Éppen ilyen nagy pontosságú, több élettani jellemzőt mérni tudó szenzorokat keresnek, fejlesztenek a Pécsi Egyetemen. Olyan érzékelőket, amiket beépíthetnek a napi ruházatunkba, a sapkától a pólón át a cipőig, de akár már meglévő okos eszközeinkbe is. Fejlesztéseink tulajdonképpen arról szólnak, hogy keressük azokat a legjobb szenzorokat, csipeket, amelyeket valamilyen ruházatba, akár egy okos pólóba, tehát egy pólóba, amit naponta használunk, be lehet építeni. Ezen dolgozik a munkacsoportunk jelenleg, illetve egy másik nagyon fontos kihívás, hogy ezeket az adatokat, amelyek megkeletkeznek ott a beteg környezetében, az kellő pontossággal lehessen továbbítani oda, ahol ezekre majd elemzés fog várni. Tehát ezt a két komoly technikai kihívást igyekszünk valamilyen optimális módon megoldani. Vagyis olyan titkosított és megbízható csatornán keresztül legyenek továbbíthatók ezek az adatok, amikhez nem férnek hozzá illetéktelenek. Ez akár civil, akár katonai hasznosításra is alkalmas lesz. Az érzékelők ma már sokféle mintából tudnak adatokat kinyerni. Élettani paramétereinket tudjuk monitorozni széles körben, ahogy említettem is, tehát akár pulzusszám, légzésszám, EKG, véroxigéntelítettség, egyéb más mérhető paraméterek. Másfelől most már kinyílt egy olyan terület, ami úgynevezett biomarkereket képes mérni, tehát akár non-invazív módon is izzadságból, egyéb testfáladékokból képes valamilyen módon, valamilyen komponensnek a meghatározására, ami segíti az orvos szakmai döntéseket. A folyamatot később a mesterséges intelligencia is segítheti, hiszen az így keletkezett adatbázisok elemzésével olyan applikációk születhetnek, amelyek az átlagfogyasztó számára is könnyen értelmezhetővé tennék az adatokat. A jelenleg fejlesztés alatt álló okospóló prototípusa várhatóan a jövő év tavaszán készül el. Elindult az őszi mestervizsgai időszak. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében az ácsok mutathatták meg tudásukat a Pécsi Pollák Mihály Technikum tanműhelyében október 26-án. Dolgoznak a baranyai ácsok a Pécsi Pollák Mihály Technikum tanműhelyében. Mestervizsgájuk gyakorlati feladatát készítik itt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Köztük van Gilikter Márió is. Mert célom volt, hogy én igazából a mestervizsga a legmagasabb színvonalú vizsga szakmákon belül, és ugye nekem előnynek tartom, hogyha az megvan valakinek. Saját céggel jöttem, tehát hogy saját magamnak kell ez a titulus. Azt mondja, büszkeséggel tölti majd el, ha sikerül megszereznie a mester címet. Már 15 éve dolgozik ácsként, célja, hogy életben tartsa ezt a szakmát. A hagyományai azok nagyon tetszenek. Dolgoztam 8 évet külföldön is, és ott nagyon erősen megtartják ezeket a hagyományokat, akár egy szerkezet állításnál. És ezek voltak itthon is, de ezek nullóban vannak sajnos, akár a fakötések, a hagyományaik, de ezek már kezdenek kimenni a divatból,
és én úgy vagyok vele, hogy maradjon meg egy hagyományos része, tehát hogy ez kell a világnak. A Mestervizsga Bizottság elnöke, aki Szegedről érkezett, azt mondta, hogy szakmailag felkészült jelöltek vettek részt a felkészítő tanfolyamon, ez a tapasztalata. Nagyon jó színvonalúak a jelentkezők, mind szakmailag, mind hozzáállásilag, tehát nagyon lelkesek. Valamennyien úgy tudjuk, vagy hát a portfólió alapján régóta csinálják a szakmát. Meglepő, hogy legalább 80%-uk családi hagyomány és családi vállalkozás alapján köteleződtek el a szakmával, és emiatt valóban tényleg nagyon elkötelezettek, és nagyon, nagyon lelkesek. És ez a minőségben is meglátszik. Megkérdeztük, miért ajánlaná a fiataloknak az ács szakmát. Nagyon, nagyon buta dolgot fogok mondani, a fának az illata. Ha itt vannak, akkor érzik, ebbe bele lehet szeretni. Azon kívül a fa egy természetes anyag, megfogni is nagyon jó, gondolom mindenkinek, erre senki nem allergiás, tehát egy meleg anyag, egy természetes anyag, és rendkívül formálható, és szinte mindenre alkalmas. Összesen 10 baranyai ács jelentkezett a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mestervizsga tanfolyamára. Ők már legalább 5 éve dolgoznak a szakmájukban. Ez volt az alapfeltétele a jelentkezésnek. A sikeres vizsga után mesteroklevelet kapnak, ami a legmagasabb szakmai elismerés. Ez feljogosítja őket arra, hogy a gyakorlati tudásukat átadhassák oktatóként a fiataloknak. Ünnepi istentisztelettel és öregdiák találkozóval ünnepelték a Pécsi Református Kollégium gimnáziumának 30 éves jubileumát nemrég. Az eseményen megalakult az intézmény alumni köre is. Idén ünnepelte alapításának 30. évfordulóját a Pécsi Református Kollégium és gimnázium. Az ünnepi rendezvényre egykori diákok is érkeztek. A Pécsi Református Gimnázium 1994-ben alakult az alapító okirata szerint, ugyanakkor már 1992-re visszanyúlik a története, akkor a Kodály Zoltán gimnáziumban az ottani katonai osztály kivezetését követően egy református osztály indult el. A rendszerváltás után vagyunk, amikor is a Baranyai Református Egyház megye újra gondolta a református oktatásnak a helyzetét, és a korábbi polgári lányiskola épületére, ami a Szabadság úton volt található, a központi menza épületét kárpotlásban nem azt kérték vissza, hanem egy új területet igyekeztek abból az összegből, a kárpotlásért járó összegből megvásárolni. Ez lett ez a telephely, ami annak idején egy gyártelep volt, egy irodaházzal, ifák álltak itt, több száz autógumi, és itt kezdődött el a református oktatás. Volt tanárok és diákok, régi barátok találkozhattak az intézmény udvarán az istentisztelet előtt. Azért szívem csücske ez az intézmény, mert én a második évfolyamba jártam, tehát 2 évig még a Kodály gimnáziumba, az utolsó 2 évet pedig már itt töltöttük saját iskolánkban. Én 1997-ben itt érettségiztem, és hát így nagy örömöm, hogy most már 11 éve vezethetem azt a gimnáziumot, amelyben annak idején érettségítettem. A rendezvényen Hoppá Péter, mint az iskolát fenntartó igazgatói tanács elnöke is részt vett. Kiemelte, a hit megerősítése mellett ugyanolyan fontos, hogy a gyerekek megfelelő minőségű oktatásban részesüljenek. A rendszerváltoztatás után a baranyai reformátusok éltek azzal a törvény adta lehetőséggel, hogy a kommunista diktatúra által megszüntetett és bezárt polgári leányiskolát, középiskolát újraindítottuk. És ennek az évszáma 1994, úgyhogy ezért van, hogy most 30 éves jubileumot ünnepelhetünk. Azért van szükség erre, mert a sokszínű köznevelés, oktatás az plurális lehetőséget nyújt arra, hogy a szülők, akik adott esetben egy egyházi neveltetésben szeretnénk részesíteni a gyermekeiket, ők ugyanolyan adófizető állampolgárai Magyarországnak, mint akik állami iskolában, ideológia semleges iskolában szeretnék tanítatni a gyermekeiket. Ezért vált lehetővé a diktatúra vége után, a rendszerváltoztatás után, hogy egyházi iskolák újra nyissák a kapuikat.
emlékezzünk arra, hogy 1948-ban, amikor a kommunista diktatúra átvette Magyarország irányítását, akkor 1065 református iskolát vettek el az egyháztól, államosították őket, köztük a pécsit, és az 1065 helyén egyetlen egyet engedtek megmaradni, a debreceni református gimnáziumot. És mára egyébként összességében nagyjából 300 református iskola működik Magyarországon, tehát körülbelül azt mondhatjuk, hogy a harmada, 40%-a indult újra, ennyire volt igény, és ezekben az iskolákban teltház van. Az ünnepélyes istentiszteletet követő, szeretett vendégség után megalakult az oktatási intézmény alumni köre is. Ennek elsődleges célja a kapcsolaterősítés a volt és a jelenlegi diákok, valamint az alma mater között. Az ünnepi alkalom közös énekléssel zárult. Újra gondolt régi ruhadarabok divatossá tett farmerek, új szemlélet kialakítása, ezt szeretnék elérni fiatal vállalkozók Pécsen. A textilipar az egyik legszennyezőbb ágazat a földön. A farmer gyártás például nagymértékben árasztja el a természetes vizeket vegyszerekkel. Ezért új szemléletet kell kialakítani a vásárlásban, a divatiparban, az ötletgazdák szerint. Régi farmer kabát kerül a próbababára, majd új díszeket, feliratokat, kiegészítőket várnak ezekre a ruhadarabokra. Pécsen a Király utcai K20 elnevezésű üzlethelyiség ad otthont egy új kezdeményezésnek. A textilipar óriási szennyező a világban. Ez indította el a vállalkozást, hogy egy új szemléletet alakítson ki. A világ egyik legnagyobb vízpazarlója és hulladéktermelője. Az olcsó divat, a gyors divat hegyeket mozgat, sajnos hulladékhegyeket. A textil hulladék pedig évtizedekig szennyezi a környezetet, miközben a termeléssel rengeteg káros anyag kerül be a levegőbe és a vizeinkbe. Az újrahasznosítással tulajdonképpen a divat jövője az egyediségben rejlik, így most újrahasznosítani menő és trendi. Ha a vásárlók felismerik, hogy egy régi ruha nem a múlt, hanem a lehetőség, akkor a trendek is változnak, és ezt mi ezt folyamatosan követjük. Erdősi Petra azt mondja, jók a tapasztalataik. A workshopjaikon szívesen vesznek részt a nők, ahol varnak, illetve átalakítanak régebbi ruhadarabokat. Szeretik újrahasznosítani a dolgokat, mert úgy érzik, hogy tesznek valamit a bolygó érdekében. Mi is pontosan egyébként ezt tesszük, olyan darabokat kínálunk, amelynek történeteik miatt különlegesek, mégis abszolút modernek és stílusosak. Az új szemlélet kialakítása a fenntartható divat megteremtése mellett közösségépítést is végeznek a foglalkozásaikon. A visszajelzések szerint egyébként inspiráljuk őket, hogy fenntartható és tudatos, inspiráljuk őket a fenntartható és tudatos életmódra. Így a workshopjaink egyébként nem csak az alkotásról szólnak, hanem arról is, hogy közösséget építünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, eszmecserészhetünk, és jól érezhetjük magunkat. Az Erdősi Petra nevével filmjelzett Vintage Butik Édes Lányom Kávéháza november 25-ig látogatható a K20-ban, amit az önkormányzat biztosít vállalkozás ösztönző programja keretében. Itt prémium, vintage és kortárs használt ruhákat, valamint kiegészítőket kínálnak, illetve szakmai workshopon mutatják be, miként is élethetnek újra ezek a holmik egy közösségi térben. A Design Pécs egyik helyszíne volt októberben a butik. Lekvárokat, savanyúságokat, húskészítményeket és borokat is bemutattak a dél-balatoni termelők, borászatok a Finofood gasztrotékában az idei kaposvári gasztrotalin. A szervezők célja az volt, hogy lehetőséget biztosítsanak a találkozásra a termelőknek és a vendéglátóknak, annak érdekében, hogy az éttermek minél több helyi vagy környékbeli terméket ismerhessenek meg. Több mint 10 kiállító mutatkozott be és mutatta be gasztro termékeit Kaposváron. A programot az iFood Cluster, a Somogyi Helyi Termék Egyesület és a Kislépték Egyesület közösen szervezte meg azért, hogy a vendéglátók is megismerhessék azokat a somogyi ízeket, amelyek akár az étlapjukra is kerülhetnek.
A termelőknek ez egy elég erős bevételi forrást jelenthet. Aki még nem rendelkezik ilyen beszállítói kapcsolatokkal, azoknál egy erős lábat képezhet akár a jövőben. Én ugye saját tapasztalatból tudom mondani, hogy én azért az értékesítésem javarészét vendéglátó helyek felé bonyolítom. Mások van terméktípustól függően inkább a piacokon, rendezvényhelyszíneken értékesítenek többet, de általában közülük is vannak, akik nagyon sokan egyben vendéglátóipari beszállítók is. Szeptemberben az Ízek Borok Találkozások elnevezésű borvacsorákon már dolgoztak somogyi termékekkel a vendéglátóhelyek. Arra egy nagyon jó lehetőség, hogy megismerjük ezeket a termékeket, illetve nem csak mi, hanem a nálunk étkező vendégek is. Ha nem is állandó étlapra, de rendezvényekhez, borvacsorákhoz kiváló lehetőség, hogy az ízeket kicsit feldobjuk az ételeinknek, az ízeit. A borvacsorák is jó lehetőséget biztosítottak a helyi ízek megismerésére. A szervezők célja, hogy hosszabb távon is együtt tudjanak működni a termelők, a borászatok az éttermekkel. Megmutatta a borvacsora is azt, hogy a kicsik és a nagyok, már a kis termelők és a nagy élelmiszerüzemek pont jól megférnek egymás mellett egy vacsoraasztalnál, kiegészítve a somogyi borokkal. Úgyhogy ennek egy következő alkalma, ez a gasztrotali, ahol nem a nagy közönségnek, hanem az éttermeknek és egymásnak mutatjuk meg a portékáinkat azért, hogy Somogy megye Kaposvár éttermeiben lehetőség szerint somogyi termékek legyenek az asztalon. Az őszi borvacsorák sikerét látva a tervek szerint tavasszal ismét megszervezik a kaposvári éttermekben somogyi termelők és borászatok részvételével az Ízek Borok Találkozások elnevezésű gasztroprogramot. Dissor, tűzzel és ágyúlövéssel is tisztelektek az 1956-os forradalom és szabadságharc hűse jelölt Fonyódon. A városi visszatekintést követően gyerekhuszárok felvezetésével vonultak át a résztvevők a Hunyadi térre, ahol elhelyezték az emlékezés mécseseit és koszorúit. Az első gyermekhuszár és tüzérbandérium tagjai vonultak a Fonyódi Művelődési Házhoz, hogy a megemlékezőkkel együtt visszasétáljanak az 56-os hősök emlékművének megkoszorúzására. Polgármester úr, Domina Barnabás hagyományőrző huszárfőadnagy jelentem, a Fonyódi Gyermekhuszár és Tüzérbandérium az ünnepségre együtt áll. Kérek engedélyt a menet elindítására. Az engedélyt megadom. Értettem. A kishuszárok jelenléte már megszokott a városban nemzeti ünnepeinken. Minden nemzeti ünnepünk nagyon fontos a huszár életében, hiszen a huszár most már hungarikummá vált. És a huszár valahol a forradalom, a magyarság szabadság szeretetének tulajdonképpen a szimbóluma lett. Ezt próbáljuk a gyerekeknek is továbbadni. Ugye azért van nekünk gyermekhuszár csapatunk, hogy a gyerekek aktívan tudjanak részt venni a nemzeti ünnepeinken, megismerjék a hőseinket, az őseinket, a múltunkat, és legyenek büszkék ezáltal, hogy ők is aktívan részt vesznek a nemzeti ünnepen. A forradalom szele 1956. október 28-án érte el Fonyódot. Több száz fős tömeg gyülekezett az egykori járási tanácsház előtti téren, majd innen vonultak át a vasútállomásra, a rendőrségre és végül vissza a tanácsházhoz. Másnap, október 29-én ledöntötték az épület tetejéről az elnyomást szimbolizáló vörös csillagot. A forradalom és szabadságharc leverését követően Fonyódon is számos áldozata volt a megtorlásnak. 37 főt nyilvántartásba vettek, 7-et rendőri felügyelet alá helyeztek, 5 főt internáltak, sokan pedig külföldre emigráltak. Az emlékezők az ő tiszteletükre helyezték el a koszorúkat és mécseseket. Ezt követően a hagyományőrző huszárok díszsortűzzel. Az 56-os hősök emlékére tűz! Majd ágyúlövéssel tisztelektek 56 hősei előtt. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület és Tolna város együttműködésének köszönhetően emléktáblát avattak a Szent István Katolikus Gimnáziumnál. A település egykori vitézeinek tiszteletére került a tábla az intézmény falára. Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Különleges alkalomból avattak emléktáblát Tolnán. Tisztelektek a majd 100 évvel ezelőtt élt vitézek előtt.
Tolna megyei Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek a szervezetének a meghívására érkeztünk erre a rendezvényre. Az 1920 és 1938 közötti tolnai vitézek emlékére egy táblát fogunk felavatni. Ezen a szép patinás épületen, amelyik honvéd laktanyaként működött régen, jelen pillanatban oktatási intézmény. De mit is jelent ez a vitéz szó, és mit mutat ez a mai társadalomnak? Ez a vitéz szó a magyarban nagyon nagy töltöttséggel bír. Egy olyan katonára illik a vitéz szó, aki vitézül megharcolta a maga csatáját, harcát, és kiérdemelte azt, hogy a katona mellett vitéz katonaként is méltassák. Hát ennek nagyobb tartalma van talán ennek a szónak, mint amit naponta elmondunk. 11 név került fel a táblára. Annak idején csak azok kaphattak ilyen rangot, akik ehhez méltó életet éltek, így ez egy hatalmas elismeréssé vált. Fedhetetlen előéletűek, erkölcsösek, testben, lélekben egészségesek, és lélekben ízig-vérig magyar érzelműek. A leleplezést követően Sipos Judit Éva református lelkész áldást mondott. Nagy Norbert, a tolnai plébánia vezetője pedig megszentelte a táblát. Halloweenhez közeledvén jelmezbe öltözve vettek részt a gyerekek a Fantasztikus Klasszikusok sorozat legutóbbi előadásán. A zenén kívül ismertetés is elhangzott Horváth Krisztián szómester által. Hát borzongatóan jó filmzenét raktak össze számukra, melyet a Pannonfilharmonikusok muzsikusai szólaltattak meg. Jelmezbe öltözött gyerkőcök izgatottan várták a koncertet. Most a Kodály Központ földszinti nézőterén a Halloween tököt szimbolizáló sárga színű babzsákokon ülhették végig a halloweeni koncertet. Harmadik évad óta zajlik a Fantasztikus Klasszikusok sorozata Pannonfilharmonikusok rendezésében. Ennek Horváth Krisztián karnagy zongora művész zeneszerző a házigazdája, a szómestere. A Halloween jegyében a fantasztikus filmzenék elnevezést kapta az este. Nem csak arról van szó, hogy itt a zenéket eljátsszák a zenészek, mint egy normál koncerten, hanem van azért egy kicsi magyarázat is ezekhez a zenedarabokhoz, mint egy hidat képezve a klasszikus zene, vagy a komoly zene és a fiatal hallgatóság között, akik ugyebár még sulisok, általában inkább általános iskolások, de azért néhány középiskolás is előfordul, és nekem pedagógusként is az a feladatom, úgy egyébként a civil életben is, hogy ezt a hitat felépítsem, és építgessem, és karban tartsam, és hát ez itt aztán egy különleges alkalom arra, hogy mindezt élő zenével ugye meg tudjuk tenni. Ismeretterjesztés, poénok, hangszerbemutató és motiváció a gyerekek zenehallgatásához, illetve azért, hogy a gyerekek tanuljanak zenét. Az is a feladatom, hogy ezeket a műsorokat én összeállítsam, és hát a mai koncert ugye már a Halloween jegyében zajlik, pont ezért van ez a maskara is, illetve itt az egész Kodály Központ most fel van díszítve fényekkel, itt biztos nem lehet hallani, de ilyen ijesztő, atmoszférikus zene megy, és ezzel várjuk a fiatal közönséget, reméljük, hogy nem lesz túl ijesztő ez nekik, és valahogy azért erre a Halloweenra, illetve hát a magyar megfelelőire, a Mindenszentekre, Halottak napjára is szeretnénk reagálni. A klasszikus zenetörténetben pedig bőven van muzsika, ami erre megfelel, tette hozzá Horváth Krisztián. A halloweeni fantasztikus filmzenék elnevezésű estről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Tüzes halloweeni bulira várták a fürdőzőket a somogyi Igalban. Napközben tökfaragással, arcfestéssel is készültek a vendégeknek, akiket este DJ és egy tűzvarázs műsor is szórakoztatott. Zenés fürdőzésre vártak szombaton az érdeklődőket Igalban, ahol több év kihagyás után szervezték meg újra a halloweeni programot. Először kertrendezés volt otthon délelőtt, aztán úgy gondoltuk, hogy ennyit megérdemlünk, és eljöttünk délután egyet fürödni, kikapcsolódni, szórakozni. Voltak, akik kiegészítőkkel érkeztek a halloweeni bulira. Készültünk, vártuk, azt hittük, hogy többen fognak majd kicsikét magukra adni, de hát úgy látjuk, hogy nem, de mindig nem szégyeljük magunkat, és ez nekünk így jó tetszik. Jánosék Németországban élnek. Ha hazalátogatnak, akkor az igali fürdőzést sem hagyják ki. Legutóbb ez egy bulival is párosult. Amikor tehetjük 3-4 havonta, hogy szabadság engedi, jövünk. Ki választotta a dresszkódot?
Ketten, együtt. Hát ő neki, hogy ne ilyen koszorkányos legyen, én nekem meg azért a halálfejes. Fédermahúzos, hogy ez. De nem vagytok rémisztőek. Nem is kell annak lenni szerintem, a hangulatnak kell meglenni. Napközben tök faragással, arcfestéssel is várták a vendégeket Igalban, az este viszont a buliról szólt a gyógyfürdőben. Csak fürdöttünk meg, faragtunk tökött is. És bulisztok közben. Igen. A létesítményben nem csak nyáron, hanem egész évben várják tematikus programok a vendégeket. Azt gondolom, hogy a fürdő vendégeknek igénye van a programokra, nagyon szeretik is a programokat. Azt kell mondanom, hogy Igalnak már mondhatni, hogy védjegyévé váltak a programok, hiszen egész év során körülbelül 50 kisebb-nagyobb rendezvénnyel várjuk a hozzánk látogató fürdőzőket. Nagyon szeretik a tematikus zenés programokat, de az év folyamán szoktunk szervezni gasztronómiai programokat és egyéb tematikus jellegű programokat is. A legutóbbi programon egy tüzes meglepetéssel is készültek a szervezők. A fürdőzőket a tűzvarás produkció tagjai szórakoztatták. Én legnagyobb lángokat, ugye a tűz és a víz, ez jól néz ki mindig, úgyhogy mindent, amit lehetett, plusz a rémes arcot is hoztuk hozzá, meg a hátborzongatót. Remélem, jól sikerült. A fellépők számos eszközt bevetettek, hogy elkápráztassák a fürdőzőket. Nagyon sok tűzes eszközet bevetettünk, nagyon nagy lángokat, illetve technikából a SmartPoint nevezetű eszközüket hoztuk, ami kirajzol különböző képeket, logókat. Ennek az az egyedisége, hogy ez saját gyártmány, ez SmartPoint eszközünk. Legközelebb tematikus külön programmal november 10-én várják a fürdőzőket Igalban. Márton naphoz kapcsolódva a helyi éttermek, büfék is készülnek, ahol libás ételeket és új borokat is lehet majd kóstolni. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönöm figyelmüket, legközelebb egy hét múlva ugyanitt jelentkezünk, viszontlátásra!